Na, sziasztok! Sziasztok! Hát ez a negyedik Hilux napló, ahogy ma reggel a fiamnak mondtam, egy kicsit viccesen, de persze komolyan, hogy the last Hilux diary. Yes. Csillogtatom az angol tudásom, bocsi. Úgy búcsúztunk el a múltkor a harmadik naplóba, hogy Lóri azzal kezdte, hogy akkor ő, amikor viccelődtünk, hogy ő fogná és eladná ezt az autót, én meg szétrajögtem magam nagyjából. Emlékeztek erre a kérdésre, és közben, hogy változik a világ, és milyen módon alakulnak a dolgok. Ez a napló egyben egy mérföldkő is, egyben egy búcsú is ebben az értelemben. Ugyanez volt másfél évvel ezelőtt, biztos emlékeztek még, vagy néhányan, akik láthatták, hogy ott kicsit megsiattam a Nissanomat, és most pedig elbúcsúzom a Hilux-tól, ugyanis eladó lesz. Nyilván megkérdeznétek, hogy miért eladó ez egyébként gyönyörű és potens autó. Hát miért szokták az autókat eladni? Ugye alapvetően, Lóri, mi az oka? Van anyagi oka, igaz? Hát ennek most az oka, hogy te szeretnél venni egy Jeep Wrangler-t. Ez Lóri mindig ezt mondaná. Vagy nem. De hogy általában az autó eladásnak különböző okai vannak, de az egyik vagy az autóban keresendő, a másik vagy pedig a tulajdonosában, és annak valamilyen körülményében keresendő, most nem akarok úgy, de metafizikus lenni. De a lényeg az, hogy nem csak ezt az autót fogom a családban árulni, hanem biztos emlékeztek, akik csatornát néztek, hogy van az a gyönyörű szép kék Kia Sorento, azt is fogom árulni. Mondom a családi opciót, hogy érthető legyen. Én egy ilyen, ne nevesetek ki, valamilyen módon egy demokrata ember vagyok, az én családom egy ilyen kooperatív módon működő család, 30 plusz éve vagyok együtt a nejemmel és a gyermekeimmel, és én éreztem azt, nem ők, hogy ez valahogy az autó érték viszonyában nem teljesen egyforma. Ha értitek, mire gondolok, ezt egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ez egy nagyon értékes jármű lett az elmúlt időszakban, én úgy gondolom, és a Mónikáé is az én kedves nejemé, amit ugye a családként és vendégházban is mindenhogy használunk, de hogy az lenne talán... Hogy értsétek? 300 ezer forintos Corzától a 10 millió forintos Hiluxig van az autó paletta jelenleg a családban. Ezt kellene egy kicsit homogénebbé tenni, ez így az van. Elsődleges célja. Minden másnak, amit most Attila el fog mondani, jól fogalmazok? Ez így van. Tehát én imádom ezt az autót, nagyon szeretem, és nagyon büszke is vagyok rá. Tehát ne értsétek félre, imádom a Prestige-ét, imádom azt, hogy mit összehülyéskedtem Lórival, a Jeep kontra Toyota ügyben. Toyotás pulóimat kidobhatom. Japcsi kontra Amcsi. Gondoljatok bele, a gyerekeimtől olyan pulót kaptam karácsonyra, hogy az igazi férfiak Toyotával járnak. Tehát most mondanom sem kell, hogy az érzelmi és mindenféle viszonyatom megvan az autóhoz, és nagyon szeretem. És ma már pont úgy áll, hogy nem is tudnék lassan mit csinálni vele tovább, tehát alapvetően készen is van. Az elmúlt másfél évben már lassan megszoktam az autózását, már jól tudom használni, már van benne olyan gomb, amiről fogok később beszélni, ami miatt mondjuk nem korrigál vissza a számítógép. Tehát lényegében kész az autó. Kész az autó, igen. Csak hogy értsétek, tehát tényleg úgy gondolom, hogy ha az összes autót átváltoztatjuk, tehát egy ilyen nagy eladjuk mindegyiket, és veszünk három másikat, akkor ezt így homogénebbé lehet hozni, hogy Lóri is mondta, tehát egyformább értékké, és én ugyanolyan boldog leszek, ugyanúgy elkezdek építeni egy másik autót, és az én kedves családtagjaim, akik nyilván nekem a legfontosabbak, pedig új és új lehetőséget kapnak az én kedves nem is, az én kedves lányom is. Remélem ez érthető, és azt gondolom, hogy teljesen világos, tehát nem romott el rajta semmi. Nem vagyok beteg, hál' Istennek egyelőre, és nem olyan családi okok, és nem vagyok válófélben, és nem mentem tökre, és nem üldöz a NAV, és nem tudom, értitek, tehát, hogy ugyanaz a tisztességes ember maradtam, de azt gondolom, és nem is ők találták ki, ők voltak a legjobban megdöbbenve, amikor én ezt így közöltem, hogy én ezt így, ezt a mérleget, nekem van egy ilyen mérleg ascendensem, és azt gondolom, hogy van egy ilyen konszenzusra volt törekvés az életemben, és azt gondolom, hogy ez a törekvés, ez most felülírja ezt a fajta érzelmet, amit itt láttok.
De egy kicsit az autóról, hogy mi történt azóta, amióta nem találkoztunk. Legutóbb Lórival vittük oda az árkok és fákra, hogy viccesen meséltem nektek a méhészborz völgye, ugye az ilyen kedves nyelvi leleményem, ott meglógattuk az aját, és eltűnt az autó, mint a Predator, a Schwarzi szeme elő, vagy mit tudom én, kicsit viccesen. De ezért történt azóta is egymás az autóval. De ezek mind esztétikai és funkcionális dolog is történt. Nyilván rögtön elsően látszik az, hogy kapott az autó egy ágvezetőt. Az ágvezetőket azt gondolják sokan, hogy feleslegesek. Egészen biztosan tudom, hogy nem azok. Saját tapasztalatból tudom, hogy milyen jó szolgálatot tudnak tenni. Pont a fiam volt, hogy hajolt ki a Nissanból, és tolta oldalra a gajat, és a gaj nagyon sokféle tüskés, bántó, karcolós, szemre, arcra veszélyes lehet. De nem csak ez a lényege. Aki autózott már ágvezetővel, az pontosan tudja, hogy meghatározza az autó elejét. Tehát amikor te y-zol, fához mész, fordulsz, rükvercelsz, akkor a gajvezetők vezetik a szemedet, uh-huh. és egy egészen más perspektívát mutatnak. Ezt csak azt tudja, aki autózott így. És mindegy, az autó keresztben van, vagy hosszában, mindegy, hogy ott van a bokor, vagy most jön, de sokkal jobban fogod ezt érzékelni, és azért merem ezt tisztelettel mondani, ne nevessen, nyilván a sportemberek ezt jobban tudják, sportautósok, de én ezt tapasztalatból ismerem, mert hogy mentem a Nissannal sokat vele, és tudom, hogy nekem jobb volt. Az én térlátásomat elősegítette, bocs, ha valamit bénán mondani. Kapott az autó egy snorkert. A snorker, ami nekünk túraautósoknak egy ilyen szimbolikus, én már erről beszéltem, én azt gondolom, a snorker jelenléte az a kobra és a kis elefánt ormánya az mindig mutatja a mi hova tartozásunkat. Kicsit emblematikus, kicsit szimbolikus, én nagyon szeretem. Funkcionális is egyébként, egyébként. Mikor egymás után autózunk, a port magas, tehát magasabbról szívja a levegőt, nem szív annyi port. Én nagyon vágyom egy snorkerre, nem találtam még meg olyat, ami az enyémben szép. Igen, vízben is előfordulunk, azért nem gondolnám, hogy nekünk az az elsődleges funkció, hogy nem merítjük az autót, de volt már ebbe az országban porvihar, és volt már ebbe az országban bármi, meg lemegyünk azért a kiskunságra, meg olyan helyeken is lehet autózni, ahol erre szükség van. Meg része a terepjárónak egyértelműen. Része a terepjárónak, és emlékezzetek vissza a Lóri réges-régi videói, ahogy a snorkerba, meg ahogy visszaszívva az autó, ahogy azt a gyönyörű hangot, a régi Mitsubishi hallani, valahogy abba a snorker is benne van abba az ügymenetben, és azt én például speckó imádom, és a Nissannal is az volt, tehát hogy meg ennél a töltene is ez van. Én szerettem volna egy rásimuló snorkert venni az autóra, de hogy az nem engedi úgy a gajvezetőt, vagy az ágvezetőt, illetőleg hát tényleg egy vagyomba kerül, úgyhogy és nagyon nehezen lehet hozzá jutni hozzánk, úgyhogy maradt ez a hagyományos vicces Madmester feliratú, mint ami a Paliéknak is, meg a kedves márkatársaimnak, meg csapattársaknak, meg Petinek is megvan. Egy kis rögzíteni kellett ezeket a lámpákat, nem tudtam máshogy megoldani, és azt gondoltam, mert egy kicsit mozogtak. Most ezek a 9 incses ledek, ezek az első kiegészítő fények, stabilak, kaptak ilyen két lefújt hűti szalagos dolog, jó kis bajrák módra, de amúgy a maga mutatós módján, higgyétek el, hogy nekem az esztétika teljesen fontos, és nagyon jól illik itt egy ilyen kis kompakt elejett az autónak. Kicsit a Mad Max stílushoz az teljesen illik. Igen, hát ennek az autónak van egy ilyen típusú feelingje mindenképpen. Illetőleg tehát a snorkel, az ágvezető, ez a kis javítás, mert a snorkel felkerült egy felirat, egy technikai felirat, a D4D felirat, aminek piros vége, mert Lóri megkérem is megmutatja. Persze. Nektek, én szeretem a snorkelen, van valami. A másikon is volt valami, a Nissanoson is. De hogy azt gondolom, egy kicsit mindig ezt megmutatja. Egyszer bekerült egy olyan gomb az autóba, az előbb már említettem, ez szintén egy új fejlesztés, ami hát egy megszakító, tulajdonképpen egy kapcsolható dolog, ugyanis nekem voltak azzal gondjaim, hogy kikapcsolt menestavizátornál és kipörgés gátlónál is az autó mégiscsak önállósította magát, és egy emelkedőn, egész egyszerűen nyilvánvaló módon elvette a gázt. Tehát gyakorlatilag kontrollálta a számítógépet, amit csináltam,
és ezt nem akarom, azóta hál' Istennek nyugodtan pörget, lehet pörgetni a tovább. Az egyik utolsó videóban volt ez, hogy miért veszi el Attila a gázt. Akkor is mondtuk, alatt a kommentmezőben is megbeszéltük, nem veszi el a gázt. Az történik, hogy a Hiluxon, vagy gondolom általában a Toyotákon két fokozatú a, ez a kipörgésgátló, vagy menet stabilizáló tulajdonképpen. Ugye röviden megnyomod, akkor csak egyszerűen a kipörgésgátlót kapcsolja ki. Ha hosszan megnyomod, akkor kikapcsol elvileg mindent. Ugye volt egy ilyen, hogy hosszan nyomjuk, de akkor sem kapcsolt ki mindent. Ennél az automataváltósnál, ennél akkor is beavatkozott, nem engedte, hogy nagy gáz, elvette. Úgy nézett ki, mintha mindig Attila venné el a gázt. Nem vette el, erre jött ez a tipp, hogy meg kell szakítani az ABS jelet. Igazából ez nem egy visszaalakíthatatlan beavatkozás, vagy hogy mondjam, az ABS vezeték be van beletéve egy kapcsoló. Amikor ezt kikapcsolod, akkor semmiféle elektronikus segédeszközöd nincs, ugye? Jól értem. Mivel nincs ABS-ed, így nem tud a menet stabilizáló sem beavatkozni, mert nincsen neki kerékfordulatszám jele. Így van. Azt hiszem fel is gyullad ilyenkor az ABS lámpát. Így van. Viszont az utolsó túránkon, amit egyéb okból nem mondok meg, hogy mikor volt és hol, azon, de majd ide bevágom, azon úgy megy fel az autó, mint a Viktor kézi váltósa. Vagy mint a Nissanod ment fel, hogy beteszed fix 2-be, 3-ba, amiben akarod, de ezeket a Toyota automatákat be lehet, és padlógáz, és ha kell, akkor nyílen megy fel az autó, semmi nem avatkozik bele, és igazából ez volt a vágyat szinte a kezdetektől, és eljutottál ide, egyik kis esztétikus kapcsolóval, igazából egy pofon egyszerű dologgal meg lett oldva. Ez a sztori, hogyha szabad így, nagyon jól ez mondod. Maga a sztori igazából. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos sztori, mert gondoljátok, a felhasználók 99%-ának soha nincs erre szüksége. Hát egész egyszerűen minden fog tudni az autó, és ezzel a kontrollal. De nekem pont arra volt szükségem, nagy sárba is emelkedőn, hogy tudjam forgatni, és tudjam tisztulni a gumi. Egész egyszerűen nem tudtam, úgy, mint a Norbi, vagy úgy, mint Lóri, vagy úgy, mint a többiek, és nem tudott az én kerekem, vagy az én... Vagy mint a régi autóim. Vagy mint a régi autóim, és nem tudott úgy tisztulni a kerék. És utána teszteltük, és remekül működik. Tehát nyilván egy más helyzet van, amikor tud forogni. A múltkor mentem Petivel, ment az STD Pro-val, én mentem ezekkel a Renegédekkel, és teljesen jól működik. Oké, tehát ez egy fontos gomb, egy kicsit szuper kapcsoló, a maga rém egyszerű módján egyébként fontos, hogy bekerült az autóba. És a pont Lórival beszélgettem, hogy reggel, amikor raktam össze fejben, hogy milyen is ez az autó, hát majdnem 20 olyan, azt hiszem 20 féle olyan dolgot számoltam össze. Ez egy ilyen kis belső leltár, vagy lajstrom, amivel ez más, mint egy széria autó. És akkor most így gyorsan el is mondom, hát ugye lentről kezdve, vagy a leglátványosabb dolgokkal kezdve, van ez a vadászautó fólia. Ez az autó mindig egy szarvas bika lesz, és egy csodaszarvas fog maradni, hogy az én sógorom hívja, mert pont ettől a dologtól, hogy ez egy kicsit ilyen különleges, ez az álcázás, rejtőzés dolog, ugye a múltkor viccelődtünk a Predator feelingen, de maga a bika, meg ugye úgy kezdtem, hogy hol van az autó, emlékeztek, az volt a vicca az első videóban, hogy na, itt egy boldog ember, csak nem találja az autóját, mert valaki megtalálja a szóját. Szóljon, valami ilyen vicces történet volt, de hogy ez ennek nagyon-nagyon a sajátja. Tehát ez a 3000-es SR automata, amit én 100.000 kilométerre vagy 99-szer vettem, és azóta 30 került bele, ez egy szaras bika. A maga csodálatos, nemes, strapabíró, különleges módján. Bocs, ez az én elfogult szavaim, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen autó. És hát ez az egyik legfontosabb dolog. Ugye ez eleve úgy van megcsinálva, hogy azért raptoros kiegészítők vannak hozzá, és a feketék. Tehát nincsenek rajta krómok, hanem ráadásul a Lúri által kedvelt kicsi raptoros az eleje. Meg, tehát egy csomó ilyen kis csinosság van az autón, és egységes ebből a szempontból. Van ez a fantasztikus haspáncél, az, amit én, ugye a Heavy Cruiser haspáncél, az egy jó minőségű haspáncél,
06-os végig vonul az autón, az egy ilyen ez nagyon egy 6 fontos. 6 mm-es alumínium. 6 mm-es alumínium haspáncél, az mindenre működik. Itt van ez a Fuel Felny, ami hihetetlen jól néz ki. Ezzel a Raider Renegade halálfejes gumikkal, most nem ne értsétek, de nincs az, aki nem nézi meg, mert egész egyszerűen esztétikus, csinos, mutatós, és már ugye azt is beváltotta, hogy már terepen is igen, jól működik az autó. Tehát elő-hátul csörlő van az autóban, Modvix, raptorozott, offroad, felépül az autónak, limitless, bukókerete, ami egyben egy vadászkeret, meg van hozzá az a... tehát, hogy ugye én ezeket már elmondtam, nem akarom újra elmondani, azt gondolom, hogy egyébként sincsen sok 3000-es automata Toyota. Én amikor kerestem, a német belpiacon sem volt meg, mit tudom én hol sem. Nagyon, nagyon ritka. Ez egy régi, klasszik dolog így ebben az értelemben, annyira azért nem régi autó, és annyira nem sok kilométer van benne, de hogy egyre kevesebb van ebből, és egy ráadásul ennyire sok extrával talán igen kevés van. Úgy gondolom, nézzétek, én ezt már nem tudom, tehát ha tovább kéne építenem, és az következne, pont azt is most beszélgettem erről Lórival, hogy ugye nekem nagy vágyam mindig a 33-as vagy 35-ös kerék, viszont mind a kettővel mentem. Itt azért 35-ös vagy 33-as kerék, az erre az autóra egész egyszerűen nem megy föl önmagában. Vagy nagy vágyam a hátsó differenciát. Tehát pont ott tartok, ez autó kész van, ha még ezt tovább kellene csinálni, akkor ezek milliós tételek lennek. Egész egyszerűen ahhoz lengőkar kellene, ugye, meg... Nem biztos, hogy ezt az autót... Tehát, hogy ez nem az az autó, amit arra kell építeni. Amit arra kell építeni. Úgy gondolom, tehát ez így értékes, és ez így az, ami szerintem, úgyhogy így van ez a 3000-es, ami, és abból az erősebb verzió, azt hiszem, ugye? Igen. Úgyhogy ezt így, ezek így kell maradnia. Én is így gondolom, így kell maradnia, tényleg kész lett az autó, az egy másodlagos kérdés, hogy is így hozta a sors, hogy nem autózhatok vele, de higgyétek el, az a 30.000 kilométer, amit én mentem ezzel az autóval, az életem legboldogabb 30.000 kilométere volt, és én úgy gondolom, hogy ebben most 130 van ez az autó, ez biztosan még nem 30-at, hanem 300-at ugyanilyen könnyedén el tud menni. Rendkívül különleges, rendkívül egyedi, most egy kicsit meg fog megint sajdulni a szívem, hogyha itt belemegyek ezekbe a részletekbe, és ezért nem is akarom mondani, de hát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden van a kocsin, és tényleg én a kis műszertől, látjátok, van rajta, mint csónakot hordok, van rajta egy olyan kis szett, vagy van, amit a sárba leteszünk trepni, egy csomó mindent megcsináltam vele, tehát én magam is vagy 8-10 olyan kis dolgot, esztétikait, de hát azért tettem rá seklit, azért tettem rá pogácsát, emelő pogácsát, oldala pogácsát, tehát megvan ez a póza, formája, tartása, amit nagyon szép lett ez a Toyota. Igen, ez egy nagyon különleges autó, tehát aki erre vágyik, igazából ugye halász, madász, madarász, ahogy szoktad mondani, de ha csak egy ugyanolyan terepjárós, mint én magam, és pick-upra vágyik, vagy erre van szüksége, azt gondolom, hogy ha nem is tökéletes, mert nyilván tökéletes autó nincs, mert kár lenne túldicsérni bárkinek az autóját, de ez egy nagyon-nagyon jó autó, készen van az autó, igazából tényleg beülsz, elfordítod a kulcsot, ezt még 300 000-szer megcsinálhatod vele, és ez menni fog, úgyhogy... Úgyhogy ez annak való igazából, aki egy ilyet keres, vagy erre vágyik, a maga különlegességével és ezzel a pici kis múltjával, ami van ennek az autónak, ezzel együtt, úgyhogy, ja. Ugye akkor ez az autó mostantól eladó. A leírásba én beleteszem Attilának az e-mail címét. A leírásba szerintem, én azt javaslom, Attila, írjuk ki majd oda az autó árát. Azért, hogy felesleges telefonokat, felesleges e-maileket ne kapj, ha valakinek sok, vagy valakinek kevés, akkor ne is keressen. Oda kiírjuk az árát, mármint, hogy Attila kiírja az árát, ezt értsétek így. Látjátok, hogy mennyit szeretne Attila érte kapni. Ha érdemesnek látjátok az autót erre az ára, akkor megkeresitek. Nem tudom, hogy telefonszámot nem fogunk kitenni az internetre, de mondjuk egy e-mail címet nyugodtan kitehetünk. Ott direktbe kereshetitek. Vagy a kommentbe is kereshetitek, és akkor utána fel tudjátok vele venni a kapcsolatot.
ez az autó igazából akkor itt befejezi a pályafutását az Additional Losses csapatában tulajdonképpen, ez az utolsó hivatalos útja. Videóban előfordulhat, hogy még felbukkan, hiszen van a csőben még videó, ami még nem ment ki, úgyhogy még úgy, ahogy a Nissant, úgy ezt is fogjátok látni, de azt még záró gondolatként elmondhatom akkor talán, hogy hát ha jó Isten is úgy akarja, akkor nem állunk meg. Nem, bár ez most sok összetevős, és ebben most ebben a videóban nem megyek bele, de ez itt egy nagyon sok összetevős dolog. De ha minden igaz, akkor folytatjuk ezt az egész dolgot. Az pedig 100% biztos, hogy Attila folytatja ezt az autózás dolgot. Úgyhogy vannak is már tervek, azért még nincs kialakulva teljesen, hogy hogyan tovább, merre tovább, mert azért ez nagyon összetett, a használt autópiac is nagyon durva, amit mostanában művel, úgyhogy várjatok türelemmel, ne kérdezzétek meg, mi lesz a következő autó, privátban se kérdezzétek meg, mi lesz a következő autó, mikor majd eljön az a pillanat, akkor bemutatjuk. Majd be fogjuk mutatni mindenképpen, úgyhogy azt kérem, hogy addig ne próbáljátok bennfentes információkat, főleg azért, mert nincs is még igazából bennfentes információ, csak ne is nagyon... De annyit elmondhatok, hogy tök nyitott vagyok, tehát higgyétek el, hogy én nagyon-nagyon szívesen kiautóznám a gömbölyű Mitsubishi-tól a régi, ami ugye 2015-ig volt, akármelyik pick-upot. Te tök nyitott vagyok erre, most, azért most ez jutott eszembe, ezt mondom. Én gyönyörű autóknak találom őket, hogy én meg szeretnék maradni a pick-up szegmens. Talán ennyit azért. Talán ennyit, illetve ha valakinek van tanácsa, hogy mit érdemes venni, akkor azt nagyon szívesen meghallgatjuk, hogy kinek mi a tapasztalata és mit szeret vagy mit utál, mert mind a kettő információ fontos lehet. Igazából mi is ezért osztjuk meg veletek az autóinkkal a tapasztalatokat. Kicsit nyilván mindenki elfogultan a sajátjával, én is a sajátommal elfogultan, de ezek a naplók tulajdonképpen arról szólnak, hogy hogyan haladnak ezek az autók, úgyhogy... Hát akkor kedves naplóm, akkor bezárnálak itt téged a pillanatban, nagyon jó volt veled, Hilux napló, egy könycsepet elmozsolok, elköszönök, sziasztok és becsukom a naplót. Viszlát! Szerintem nem lett rossz. Akkor most vegyük is fel, jó? Nem mondtak a csók? Dehogy nem! Journeys, they tear my system down, try so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying alone. Anxiety, it keeps me on the edge, close to jumping off this ledge. I sip herb to clear my head since you've been gone. Zannies, they tear my system down, tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying alone. Spaced out, stirred up the shit, talk to my demons. That's for a reason why I feel the way I'm feeling. If I'm the one who cheated on the sex without no meaning, I like to keep her heart safe from my star beating. Now I try so hard to stay medicated so I don't have to face the wrong I've done. No, I take these Xanax, they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying alone. Anxiety, it keeps me on the edge, close to jumping off this ledge. I sip her to clear my head since you've been gone. These Xanax, they tear my system down.